Sziasztok, én Dezső Becsek, és elkezdtük a legújabb videómhoz, itt van velem András! Halló! És ez egy napi vlog lenne, ahol András fogja legjobban megszívni, és reméljük, hogy élvezettel fogjátok nézni a kín szenvedését. Ugyanis pár napja mit mondtál Bálinnak, András? Azt mondtam, hogy ugye Bálin Hát igen, korán van, még 15 percet keltünk fel, bocsi. Mit mondtál, András? Azt mondtam, hogy ugye crossfitezik. Bálint, így van. És mondtam neki, hogy mondom, feleslegesen nagy súlyokkal dolgoznak ott, és mondom, hát na. Akkor mutassa meg, hogy mit tud, kihívtam egy... Igen, mert hogy azt mondta András, hogy ezt ő is meg tudja csinálni, úgyhogy 2 éve nem edzett. Most megyünk a CrossFit terembe, és megmutatja András, hogy mit tud. Tudnátok, hogy milyen kómás vagyok, tényleg nemrég keltünk fel. Hoppa, kukát oda rakták a gyereknek. Neked hozták ajándékba. Most még pusziszkodtok, de aztán... Szevasz, szöcskös. Valaki köszönje nekem, szevasz, szöcskös. Készülj a harcra, s vele a kudarcra. Ezt még Julius Cézár mondta, akkor a seregébe dolgozott neki. És itt van velünk Dani, szia! És hát én még leánykoromban ugye jártam hozzád. Meghaltam párszor ezen a földön. És ő fogja most András megleckészetni. Mire számítasz? Ugye ő még nem, egyáltalán nem crossfitezett, illetve 2 éve edzett utoljára. Hát halálra számítok. Valószínűleg az elején nagyon nagy lesz az arca, de utána hát szépen biztos. Lassan letörik a kis szarva, és végére halál lesz. Reméljük, hogy így lesz. Akkor kezdjünk neki. Adj. És minden el. Feladattal menjünk, mert kifele ment. Menjünk bulizni. Fájni fog neki viszonylag. Ebben a kis karvait izomlázat már most előre tudok vetíteni. Annyit akarok elmondani, hogy nemrég volt egy ugyanilyen srác, aki így kihívott. Hát ő ott van azóta. Volt egy videó, amit te küldtél nekem, tudod? Amikor igen, a traktorgumit nyomtad van. Át. Andrásnak annyi volt a válasz a traktorgumis átfordítósra, hogy én 16 évesen ugyanilyeneket emeltem, csak kicsit nagyobbakat. Ehhez mi a véleményed? Ennél nagyobb. Hány kiló volt az a traktorgumi, amit Bálint rakottál? Hát, a nagy volt, az 350 kiló az új. Onnan ugye kicsit megvan kop, hogy 320. És akkor András 16 évesen ilyen. Így van, de 500-as bevágásos traktorgumikat. Hát te a traktorral együtt, nem? Igen. Na. Kezdődik a bemelegítés, szerintem András már itt egy picit ki fog nyippanni. Mutat ki a kezdet és nézel utána, tíz darab. Hol előre a csípődet is nézd az ég felét. Utoljára mikor melegítettél ennyit? Nagyon, mert érzem, hogy ennél lejjebb nem tudnék menni, az biztos. A szent füzet. Mutatnám Bálint füzetét. Bálint, ez a te füzeted, ami nyonos? Bálint, és akkor benne vannak szépen az adatai. És akkor igen. Szépen az edzések, amiket csinálunk. 150 kilóval kezdted? Persze, nem tudom, bármi is legyen. De itt van egy ilyen... Dani általában ezt szokta csinálni. Ez jellemző az én edzésimre, vagy ez. Igen. Dani hozzáállása. Mert időben ideér, ugye? Igen. Mindig. Na hadd halljam, hogy mit fogtok csinálni. Bizonyos plank-et. Plank lesz, gyerekek. Akkor... Pacsizni fogtok közben, jó? 3, 2, 1... Mehet! Mondd, hogy mikor pacsi. Mehet! Pacsi! Jobb kézzel. Pacsi, másikkal. Nem, hát ez az nem kerül végig. De. Csinál csak, gyerünk! Hát nehogy már, kell a szenvedő arc. Menjetek! Én tudom úgyis, hogy nem van a könyökem, csalog, figyelj. A few moments later. Nem áll! Mi van? Holnapit bírtam volna. Nem úgy, nem sokáig, de... Szerintem amúgy András ráedzett, érted? Tehát tudja már 2 hete is, és lehet. Ráedzett. Lehet. Ráedzett. Évedzel, nem? Nem. Hát jó, de ő meg 50 április, éves, te meg 20. Április vagy május. Andrásnak itt kezdődik a halál körülbelül. Ja, mert ugye fociztam 15 évig, de a combom az nagy teherbírásra képes, de viszont nagyon gyorsan meghal, szóval. Szóval ez most különösen jó lesz neki. Na lássuk! Felraktam a kamerát, úgyhogy Bálint kezdi. Bálint! Ez a háttémával veszélyes. Nagyon kíváncsi leszek rá, de amúgy, hogy mit fogsz produkálni.
derekán, gyerek? Parancsolsz? Mit mondjuk? Mert. Semmi. De az a hát, az miért nem legyen? Következő. Minél szélesebben fogod meg, annál stabilabb. És amit megpróbálsz, melkasövedet, melkas vállalat, neki támasztod. Megtámasztod, és innen tolod előre. Fogod, térdel át. Annyi van, hogy ha nem tudod megcsinálni, akkor le kell venni a cipőt. Nem horpad be? Azért egy kicsit megijedtem, csak mondanám. Rávágtam? Kicsit. Nem fáj. Rávágtál? Hát azért meg, de... De mutasd kalapács. Mutasd ki! Kalapács nem tudom. Álljatok meg, állj, figyeljetek. Ez... Ilyen súlya van. Milyen? Ide akartam ütni. És rávertem Andrásznak a lábára. Vegyük le, légy szíves. A cipőt. Ott van még a lábúja. Nézzük meg. Figyeljetek, most esküszöm ki vagyok. Ott a nyoma. Nem véres? Nem. Ha már ilyen nagy volt a szára, már így. Na, doktor bírod? Hallod? És mi lenne, ha András belefeküdnél oda? Ja, belefekszel? Nagyon széles vállam van, nem tudom. Na, de most már szeretném, hogy te is egyez. Arra én mozgat. Fél miért puff van. Így. Ott lett volna a lábam. Na, Bári megmutatja, hogy kell görbe háttal átgörgetni. Látjátok? Ilyen, mikor egyenes a hát. De ez mindjárt, most nem lesz ilyen. Ahogy terhelés megy rá. Jajaj. Meg tudod csinálni, kicsi, gyerünk, menni fog, azt érzem benned. Na, jó. Mi történt? Ne nézz így rám nagy szemekkel. Ben maradt a levegő. Hol a gumiba? Felpofozzalak? Hú, nagyon nekifogtál, öcskös. Na, na, gyere, na. Gyere. Fordítsd, fordítsd! Andreas jön, Bálint az így kell. Én is elvéreztem az elsőbe. Igazándiból félek a kamera miatt. Ez majd a gym fél videó de, közé. De nézd meg, hogy Andreas mekkora nagy mögött. Teljes mellkassal és válla dőlj neki. Majd levegő. Onnan indítom. Beszélsz hozzá, Andreas? Azt mondta, menni fog. Egy percig biciklizel, kis órán megnézzük azt, hogy hány kalóriát fogsz tekerni. Ennyi. Nagyon egyszerű a dolog. Ráülsz, kézzel tolod, húzod és tekered. És akkor így szépen. És ő így szépen számolja neked, hogy hány kalóriát mentél. És ajánlom az elején, csinálj egy ilyen. Nagyon kellemesen fogod bírni végig. Egy. Jó, hagyod, hogy leálljon. Meséld el, hogy vagy. Nem kapsz levegőt? Főnök úr, kész. Na, adjál neki. Gyerünk, András! Milyen belsőnél vagy, gyerünk? Már hátnál vagy! Gyerünk, gyerünk! 40 másodperc. Osannál voltál már. Mindjárt kicsit később, mert próbálom. Kicsit később. A nap végére mi a tanulság, Andreas? Hát nyertem, de ebbe a szobabiciklibe megvert.
A másik fontos dolog még gyermekek, hogy ugye szittem a crossfitet, de nem az a lényeg, hanem álljatok fel és sportoljatok valamit, nagyon fontos. Ha gyerekek, ha crossfit, gyertek Danihoz, Takás Dani edző barátomhoz kicsit edzeni, hogyha... Hú, hányak vagytok, akkor meg Andrászhoz a szobába feküdni. Gyertek.